Egyre többen jelentkeznek a Nyíregyházi Egyetem műszaki képzéseire, ami valószínűleg a Felső Oktatási Intézmény G-projektjének is köszönhető. A program az idei tanévben is több eseményen népszerűsíti a tudományos szakokat, legközelebb például a kutatók éjszakáján. Elsősorban a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakokra fókuszál a Nyíregyházi Egyetem Junior Engineer Education rövidítve G-projektje. Indulásakor az intézmény azt tűzte ki célul, hogy minél többen választák ezeket a képzéseket. Az elmúlt években ugyanis országosan visszaesett az érdeklődés irántuk, ahogy az ezekből a tárgyakból érettségizők száma is. Növelni szeretnék a minőségi oktatáshoz való hozzáférés esélyeit, valamint fokozni a felső oktatásba való bekerülést, ehhez a célzott kommunikációs eszközök mellett a nem hagyományos formális tanulási lehetőségekkel érik el a fiatalokat a Nyíregyházi Egyetem munkatársai. Az elsősorban a középiskolásokat megcélzó program készségfejlesztő előadásokkal, élményközpontú szakmai napokkal és konzorciumi partnerek bevonásával próbálja meggyőzni őket, jól fognak dönteni, ha ezekre a szakokra jelentkeznek. A projekthez egy élményközpontú tanulórócsó is kapcsolódik, valamint mentorhálózat is segíti a pályaválasztás előtt állókat. Mindemellett olyan eseményeken népszerűsítik a tudományos pályát, mint a kutatók éjszakája. Vendégem a stúdióban Dobroné dr. Tóth Márta, a Junior Engineer Education Program szakmai vezetője. Köszöntöm Márta itt a... Kölcsei Televízióban. Beszélgettünk már erről a témáról, erről a projektről, a projekt jól halad. Azok kedvéért, akik esetleg most hallanak erről a G projektről elsőként, csak vázlatszerűen tegye meg, hogy behatárolja, hogy mire is gondoljanak. Én is köszöntöm. Tudjuk azt, hogy az MTMI területek irányában, tehát a matematika, természettudomány, informatika és mérnök pálya irányába az elmúlt években kevesen jelentkeztek. És a program és a pályázat azért íródott, hogy olyan programokkal menjünk ki a gyerekekhez iskolákba, és hozzuk be őket az egyetemekre, hogy minél jobban tudjuk őket motiválni, minél nagyobb kedvet tudjunk nekik adni ahhoz, hogy ők mérnökök legyenek, programozók legyenek, vagy esetleg biológia, kémia, vagy kémia-fizika tanárok legyenek. Ö, talán egy fél éve lehetett hogy itt járt benne a stúdióba és beszélgettünk erről a témáról ez úgy gondolom, hogy elég sok idő és azóta már volt egy jelentkezési időszak és ez milyen ö, eredményeket hozott a számadatok mit mutatnak jó, magam is nagyon kíváncsian vártam Szerencsések voltunk, mert a mérnök képzés úgy tűnik, hogy ahogy én a 2017-18-19 éves adatokat megnéztem, hogy egyre többen jelentkeznek a mérnök képzésekre. A legnépszerűbbek a gépészmérnök szak, illetve a mezőgazdasági mérnök szak. Ne felejtsük el, hogy a járműmérnök szakunkat is most már beindítottuk, úgyhogy már üzenjük a következő felvételi időszakra, hogy jelöljék majd, hiszen ugye akár az Eisman kapcsán, és akár pedig ugye itt a közelben majd autógyár is fog épülni, nagy szükség lesz majd az ilyen jellegű mérnökökre, de ugyanakkor azt látjuk, hogy szerencsések voltunk, mert a pedagógus képzés iránt is nőtt a kereslet. Na no, igaz, hogy inkább az óvodapedagógus, a tanítóképzés, illetve a csecsemő és kisgyermek nevelő részt, illetve szakokat jelölték meg, de bízunk abban, hogy a jövőre, jövőt illetően egyre többen fogják már a tanárszakokat is Megjelölni. Itt üzenjük a felvétel előtt álló fiataloknak, akik még gondolkodnak, hogy a Klebersberg ösztöndi egy nagyon jó vonzó lehetőség a pedagógus képzésre jelentkező fiatalok számára. Évi szinten akár 750 ezer forintot is kaphatnak ösztöndikén, 5 évig tanulma valaki tanárnak, közel 4 millió forint kerül a számlájára, és gyakorlatilag a diploma mellett ennyi pénzzel indul a jövőit illetően. Mennyire tudnak, vagy mennyire kell önöknek a piacra dolgozni, termelni? Igazából tanárhiány tudjuk, hogy ezeken a szakokon igen jelentős, tehát nagyon figyelnünk kell ezekre a fiatalokra. A programjaink olyanok, hogy amikor interaktív módon akár egy előkészítőt tartunk nekik, vagy akár egy interaktív foglalkozássorozatot, vagy egy nyári egyetemet, vagy egy junior TDK-ba lépnek be a hallgatók, illetve a középiskolások, akkor figyelünk rájuk, hogy milyen kommunikációval rendelkeznek, hogyan tudnak magyarázni, hogyan tudnak értelmezni és átadni információkat, és igyekszünk megdicserni, kiemelni, és motiválni, és biztatni őket, hogy nagyon jó tanár lehetnél, hogy miért nem próbálod meg, és természetesen mindent, ami ezzel együtt jár, ma úgy gondoljuk, hogy a fiatalokat a pénz igencsak motiválja, és tényleg ez az ösztöndi lehetőség, amit a Weberzel Központnak a honlapján elérhető, és mindenki számára ott van, és megtekinthető, ezen el lehet gondolkozni. És hogyha neki egy olyan nagyon jó kommunikációja van, és jó tanári kompetenciái vannak, akkor nekünk ezeket fel kell ismerni, és rá kell világítanunk. Azt gondolom, hogy ez feladatunk ilyenkor. Mit jelent az, hogy Jeep 1, Jeep 2, Jeep 3? Ez azt jelenti, hogy a pályázati programunknak ez egy olyan központi eleme, amit országos szinten, mert hiszen több pályázat, több egyetem is megnyerte ezt a pályázatot, de országos szinten csak mi indítottunk. Tehát ez egy ilyen kis védjegye a mi pályázatunknak. Ez azt jelenti, hogy közel tíz gyerek kerülhet be egy-egy csoportba, és már most a harmadik csoportot hirdettük meg, és fogjuk indítani októberben. Itt olyan mtm területeket kap, kapnak a fiatalok, a középiskolások, amit közel 40 órában sajátítanak el, beülnek az egyetem padjába, a laborjaiba, egyetemi oktatók oktatják őket, és interaktív módon, játékos formában kipróbálhatják a gépeket, a repülőgép szimulátort, fékpadot, aztán a hegesztési szimulátort, tehát legfőbbképpen a műszaki területre fogjuk, illetve irányítjuk, a figyelmüket, abból kapnak jelentős óra számot, de ezen kívül a programozás, az IoT környezetet is megmutatjuk nekik, aztán a humanoid legó robotoknak a tulajdonságait, illetve a kimenekítő robot programozási lehetőségeket is megmutatjuk nekik, és ezen kívül a természettudomány területén, akár a DNS világában, akár a nagy műszerparkeinkat, hogy hogyan lehet anyagokat vizsgálni, vagy növények, termések, beltartalmi paramétereit megnézni, és például vegyi laborban, kémiából pedig konkrétan különféle anyagoknak a vizsgálati módszereit, lehetőségeit gyakorolják. Ha úgy állnak hozzá, akár meg egy csodavilárnak is tekinthetik ezeket a lehetőségeket. Kikerülhet be, vagy szerencsésnek kell ehhez lenni, vagy pusztán tényleg érdeklődni kell azok iránt, amit önök az intézmény kínálni tud? Igazából a pályázatnak része volt egy mentorrendszer, hálózat kialakítása. Itt igyekeztünk olyan iskolákat megszólítani, akik a megyében, tehát az egyetemünk vonzáskörzetéhez közel állnak. És ezzel a 3-4-16-os pályázattal bizony ennek keretében sikerült nagyon sok gyereket úgy megszólítani, hogy ehhez a GIP programhoz is tudjanak hozzáférni, halljanak róla, tudjanak róla, és természetesen a jelentkezés lehetőségét is biztosítottuk számá, számukra. Ezen kívül persze a, az egyetemi honlapon is elérhető volt a felhívás ők tehát valószínűleg már a műszaki tudományos irányba amúgy is egy kicsit elkötelezettek, ők csak most mondhatjuk, hogy más nem vannak. Én azt gondolom, hogy ők igen. Tehát ők azok, akik közül mi válogathatunk, vagy szeretnénk úgy motiválni és orientálni őket, hogy a beiskolázásunkra is fektessük a hangsúlyt. Tehát őket így tudjuk megszólítani, mindenki mást pedig úgy, hogy ha még nem tudja, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz, akkor pedig orientáljuk a mérnök, illetve a programtervező, informatikus, mérnöki informatika irányába. Ezt a szakot is már most akreditáljuk, mert nagyon népszerű országos szinten is, és remélhetőleg ez egyetemünkön is indulni fog hamarosan. Illetve kell még beszélgetnünk mindezek után arról is, hogy teljesen nyitott, nyílt események is vannak, ahová szerintem bárki mehet vendégként, érdeklődőként, nevezetesen itt a szeptember 27-i eseményre gondolok. Igen, nagyon-nagyon várjuk. Itt ilyenkor szinte azt mondhatom, hogy az egész város a, az egyetemen van nagyon nagy a pesgés, óriási hangulat van, igazából só műsorokkal kínáljuk és várjuk a, a, a érdeklődőket, nagyon sok általános iskolás, középiskolás gyerek is ilyenkor autóbuszokkal érkeznek, tehát az iskolák figyelnek erre a programra, de természetesen a városlakók is meglátogatnak bennünket, hát mondhatom, hogy most is nagyon sok érdekes program lesz, kinyílik a planetárium, a botanikus kert, gyakorlatilag nincsen olyan labor és az egyetemünknek, ami most nem, amit most nem lehetne megtekinteni. Ugye a egyedülálló középkelet európában a LEGO innovációs stúdiónk, ott is lesz majd egy előadás, úgyhogy várjuk nagy-nagy szeretettel az érdeklődőket. A kutatók éjszakájáról, mert ugye erről beszélgetünk, a kutatók éjszakájáról azon túl, hogy érdekes és szórakoztató és talán egy életre szóló élmény egy kisebb gyereknek, lehet olyan fajta hozadéka, ami az önök irányába tereli a fiatalokat? Mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a személyes kapcsolat, az az interaktív egy-egy kísérlet, amit ott megcsinálnak a gyerekek, és beszélgethetünk velük, és kérdezhetnek, és mi válaszolunk, és a szakjainkról is természetesen ismertetést is adunk ilyenkor, meg meglátják, hogy milyen infrastruktúrában tanulhatnak, amit lehet, hogy addig el sem tudott képzelni, hogy a Nyíregyházi Egyetem hogyan néz ki belülről, most ez megnyílik nekik, és szerintem mivel közel van a lakóhelyükhöz, ezért manapság egyre több fiatal gondolkodik úgy is, hogy nem biztos, hogy elmegy távolabbra, és itt van egy nagyszerű egyetem, ahol nagyon klassz és érdekes szakokat tanulhat, és ilyenkor van lehetőségünk őket csábítani. Csak annyi a furcsa, hogy nem nappal, hanem éjszaka ismerkednek első körben az intézményen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és tájékoztatást adott erről a projektről és erről az eseményről. Én is köszönöm szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.